rendőrségi ellenőrzés, csatlakozás a Cseppet Sem programhoz, kutya derített fényt a gyilkosságra, karácsonyi pompában a város. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 16-án 18 óra 5 perckor. Ellenőrzési akciót tartottak városunkban a karcagi rendőrkapitányság rendőrei, akik jégkaparót, jégoldót is adtak a szabályosan közlekedő autósoknak. A részletekről Bakóné Tóth Éva rendőrőrnagyot kérdeztük. Télen a közlekedési balesetek jellemző oka az, hogy a járművezetők nem az időjárási lehetőségeknek és útviszonyoknak megfelelően közlekednek. Az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága minden évben megrendezi látni és látszani elnézési propaganda akciót, melynek célja felhívni a járművezetők figyelmét arra, hogy megváltoztak az út és látási viszonyok. Fontos, hogy megfelelően gondoskodjanak a járművek téli felkészítéséről, illetve saját maguk látására is kell, hogy figyelmet fordítsanak, hiszen mindkettő fontos szerepet játszik abban, hogy biztonságosan közlekedjünk, mondja a szakember. Tudni kell, hogy ősszel a közlekedési válság jellemző oka az, hogy a járművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyok megfelelően közlekednek. Fontos, hogy a járművezetők megfelelően gondoskodjanak a járművek felkészítésére, illetve a saját maguk látására kellő figyelmet fordítsanak, ugyanis ez mind a kettő fontos szerepet játszik abban, hogy biztonságosan közlekedjünk. A megállított járművezetőknek felhívták a figyelmét, hogy a nyári gumit le kell cserélni. Jó, felhívjuk a figyelmet a járművezetőknek, hogy a nyári gumit le kell cserélni, ugyanis annak a tapadó képessége 7 Celsius fok alatt megváltozik, nagyobb kockázattal következik be közlekedési baleset. Figyelemmel kell lenni, az ablakmosó folyadékot is szintén le kell cserélni, ugye már a mai reggelek már hűvösek, hajnalban fagyhat is. Ellenőrizni kell az akkumulátorokat, illetve a világító berendezéseket, amelyek nagyon fontosak abban, hogy lássunk, illetve lássanak bennünket. Télen az autóban a jégkaparónak, a jégoldó sprének, a páramentesítőnek ott kell lenni az autóban. A jégkaparónak mindenképp jégoldó spréknek, illetve a páramentesítőt ajánljuk, hogy helyezzék el az autóban, valamint hogyha nagyobb távolságra utaznak el, akkor ugye teletankkal induljanak az útnak, legyen náluk meleg takaró, vastag kabát, illetve esetleg teja is, hogyha esetleg bármilyen akadályba ütköznek és nem tudnak tovább haladni. Az iskolából és a munkából hazatérő kerékpárosok délután korlátozott látási viszonyok között közlekednek. Ilyenkor már használni kell a világító berendezéseket a kerékpárokon. Úgy van a kezdve megfogalmazott korlátozott látási viszonyok. Ez nem csak az északi sötétséget jelenti, hanem a sűrű esőt, a hóesést, illetve a ködöt is. Ilyenkor már használni kell a világító berendezéseket, és nagyon szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, hogy ugye reggel, amikor a gyermekek még elmennek iskolába, főleg aki egyedül közlekedik kerékpárra, hogy még ugye jólátási viszonyok vannak, azonban mire végez 4 óra fele már tudjuk, hogy besötétedik, illetve ha még szakkörrel, sportrendezvényre megy el, akkor már sötétben fog hazamenni a gyerek, legyen nála lámpa. S bár a városban nem kötelező, de a jobb láthatóság érdekében ajánlott fény visszaverő mellény használata a sötétben. Ugye mi a KRESZ a jogszabály csak korlátozott látási viszonyok között és lakotetten kívül követel még a kerékpárosoktól, hogy láthatósági mellényt vegyenek fel, azonban mi ajánljuk, hogy lakotetten belül is használják, ezzel növelve a közlekedés biztonságát. A közlekedés biztonságához hozzátartozik a vezető biztonsága is. A látni és látszani akcióhoz különböző optikusok és műhelyek, szervizek csatlakoztak, ami az azonos nevű honlapon megtalálható. Itt ingyenes látás és járművizsgálatra lehet regisztrálni. A Cseppet Sem program keretében lehetősége nyílik településünknek egy olyan programhoz csatlakozni, amelynek köszönhetően lehetővé válik a lakosság számára a használt sütőolaj, sütőzsíradékgyűjtőpontokon történő leadása, ezáltal aktív közreműködése környezeti értékeink hatékony védelmében. A Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke Hubai Imre úr azzal kereste meg valamennyi a megyében lévő település polgármesterét, hogy figyelmükbe ajánlja a Cseppet Sem programot, mely a háztartásokban keletkezett használt sütőolaj és sütőzsiradék országos települési szintű szelektív gyűjtési rendszerének kialakítását célozza, ezáltal hatékonyan hozzájárulva a környezetvédelmi szempontok érvényesüléséhez.
A program lebonyolítója a Biotrans környezetirányítási és hulladékgazdálkodási Kft., mely vállalja a csatlakozó településen, hogy gyűjtőpontokat létesít. Karcagon létesíthető gyűjtőpontok száma lakosság arányosan 9-10 darab, ahol a lakosság a használt sütőolajon kívül használt sütőzsiradékot, kókusz és pálma olajat is leadhat. A gyűjtőpont gyakorlatilag 240 literes, illetve 800 literes, kifejezetten használt sütőolaj begyűjtéséhez kialakított kuka telepítését jelenti. A nagyobb mértékű javasolt közterületeken, míg a kisebb, az intézményekben való telepítés esetén. A rendszer nagy előnye, hogy a használt sütőolajat, sütőzsiradékot nem önteni kell a gyűjtőedénybe, hanem PET palackban vagy befőttes üvegben kell behelyezni. Nem jelent problémát az sem, ha az üveg összetörik, mert a tartalma a lebonyolító számára rendelkezésre álló technológiával a gyűjtőből kinyerhető. A hulladék elszállítása nem ürítéssel, hanem a gyűjtőedény elszállításával történik, minden szállítás alkalmával a gyűjtőpontra tisztított és fertőtlenített új gyűjtő kerül. A leadási lehetőség mellett a Cseppet Sem társadalmi felelősségvállalási programmal is rendelkezik. Minden összegyűlt hasznos anyag után 25 forint visszatérítést ad partnereinek, mely nem csak ösztönzi a gyűjtés a lakosságot, hanem a helyi közösségek céljainak megvalósulásához, a közösség építéshez is hozzájárul. A program kiemelkedő környezetvédelmi jelentőséggel bír, hiszen egyetlen liter sütőolaj 1 millió liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A használt sütőolaj súlyos szennyezéseket okoz, jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket, a szennyvíz tisztítókat pedig leterheli. A program a csatlakozó települések és egyéb szervezetek részére ingyenes. A programhoz való csatlakozás esetén első körben 2 darab közterületi és 2 darab intézményi gyűjtőpont kialakítását javasolják. Ezek tapasztalatai alapján, amennyiben lakosságigény jelentkezik, bővíthető a gyűjtőpontok száma akár 10 gyűjtőpont telepítésére is. Megöltek egy nyugdíjas férfit a ceglédi házában. A szomszédok hívták a rendőröket, mert az egyik kutyája napok óta az utcán kóborolt és beleesett egy árokba. A kutya csípje alapján mentek a házhoz a rendőrök, ahol megtalálták a 86 éves férfi holttestét. Jelenleg is keresik a gyilkosát. A helyi állatvédő szervezet mentette ki a ceglédi Táncsics Mihály utcában bajba jutott kutyát, amely már napok óta kóborolt a környéken. Most éppen folyamatban van a befogás. Megnéztük a helyzetet, milyen körülmények vannak, és úgy alkalmazkodunk, mi is a csirkéket, cicát, kutyát szeretnénk befogni. A szomszédok értesítették őket, egyikük sem tudta, hogy az állatgazdája már nem él, mondta el televíziónknak Soltész Lászlóné, a ceglédi állatmenhely nyílt alapítvány elnöke. A szomszédok úgy jelentették, úgy tudom, a rendőrségnek, hogy a két kutya kint van az utcán, tehát nem is tudta senki se, hogy a gazdája már nem él. És így ment ki a rendőrség, és tehát a kutyáknak köszönhető, hogy napvilágra került az, hogy nem él a kutya gazdája, és ott maradtak az állatok ellátatlanul. Egy két napja akkor a reggel a rendőrség szólt, hogy a Táncsics Mihály utcába az árokba beleesett egy kutya, és nem tud kijönni, mivel az ároknak betonos a széle. Kimentünk a kutyáért, kivettük, és nagyon megörültünk, mert volt benne csip. Hazavittük, és ugyanabban az utcában lakott a kutya, de sajnos a házra ki volt téve a rendőrségi, le volt zárva a ház, a rendőrség lezárta, nyomozás folyik az ügyben, a gazdája meghalt a kutyának, és nyomozás folyik az ügyben, és így nem tudtuk a kutyát hazajuttatni, behoztuk a menhelyre, elhelyeztük. Majd később hívott a rendőrség, hogy a Táncsics Mihály utcában van két kutya, amit be kell hozni, meg egy pár csirke, meg macska, mert a gazdájuk nem él. És ezeket majd, ezek folyamatban vannak, meg keresnünk kell a csirkéknek helyet, mert itt a menhelyen arra nincs hely, a macskát el tudjuk hozni. A kutya bent van, volt rajta sérülés is, most a másik kutya, mert kettő kutyája volt az illetőnek,
az még vagy bent van a házba, vagy kint kóborol az utcán, mert állítólag a kerítésen ki tudnak jönni, úgy jártak ki, a két kutya is úgy járt ki, és úgy esett bele az árokba. Tehát a másikat még majd be kell fognunk. És várjuk a rendőrségnek a jelzését, hogy mikor mehetünk az állatokat összeszedni. Kutyák többségében, a 90%-ában nincsen csip, ami bekerül a menhelyre, és körülbelül 8 éve kötelező a csipnek a megléte. Tehát ez lenne a legfontosabb, mert hoznak törvényeket, újakat, lehet, hogy jók, de ha nincs betartva, betartatva, akkor nem érnek semmit, ugyanúgy, mint ez is. Ez egy nagyon jó törvény lenne, a csip, a kutyáknak a csippezése, de mivel nincs ellenőrizve, tehát nem ellenőrizték soha. Úgy tudjuk, amikor a rendőrök megérkeztek, az idős férfi a földön feküdt. Ekkor még nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy elesett, és így ütötte meg magát, vagy valaki bántalmazta őt. Ezért a rendőrség soron kívüli boncolást rendelt el. Saját forrásból, illetve támogatásokból tudta az önkormányzat azokat a díszkivilágításokat idén is felrakni, amelyeket az előző években megszokott a lakosság. Saját forrásból, illetve támogatásokból tudta az önkormányzat azokat a díszkivilágításokat idén is felrakni, amelyeket az előző években megszokott a lakosság. A tönkrement világítást, melyet a hideg csapadékos tél és a meleg nyár folyamatosan pótolják a szakemberek. Ezek beszerzésre kerültek, és az adventi időszakra a hétvégén, az adventi első gyertyagyújtás után felgyulladtak a város fényei. Újabb beszerzéseket is tervez a város, és lesznek meglepetések. Ilyen például a kiskulcsosi városrészen a körforgalomban álló fényfüzérrel díszített karácsonyfa. Ezek teszt üzemmódban készülő díszkivilágítások, amelyek ha beválnak, a következő években a város több pontján is meg fognak majd jelenni olyan területeken, amely nem feltétlenül a város központját jelentik. Az utolsó adventi gyertyagyújtás vasárnap ünnepélyes keretek között a római katolikus templomban lesz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!